A karcagi izraelita hitközösség vezetősége nevében a zsidó temetőben tartott mártír megemlékezésen Csillag Barnabás elnök köszöntötte a társegyházak képviselőit, a megjelent holokauszt túlélőket és az emlékezőket. A karcagi izraelita hitközség vezetősége nevében vasárnap a temetőben tartott mártír megemlékezésen Csillag Barnabás elnök köszöntötte a társegyházak képviselőit, a megjelent holokausz túlélőket és az emlékezőket. Tisztelt megemlékezők! Mártíraink előtt tisztelegve tartjuk ma itt a temetőben ezt a gyászszertartást. Emlékezzünk, emlékeztessünk és figyelmeztessünk. Emlékezzünk, hiszen rövid időn belül már nem lesz, aki túlélő tanuként mondja el mindent, mindezt, ami történt. Emlékeztessünk, mert vannak, akik elfelejtették a sova borzalmait, és sajnos vannak, akik nem is tudják, mi történt az emberiség legsötétebb korszakában, 1933 és 1945 között Európában. És figyelmeztessünk arra, hogy ma, a XXI. században, 77 évvel a holokauszt után, az antiszemitizmus sajnos továbbra is terjed és létezik. 77 éve, 1944. június 18-án karcogot is elérte a sötétség és a pusztítás. Karcagi gettó lakosságát átvitték a szolnoki cukorgyárba, és nem sokkal később bevagonírozták. Emlékezni gyűltünk ma itt össze, emlékezni és emlékeztetni a feledhetetlenekre. A holokausz során 778 karcagi zsidóból 446 karcagi testvérünket gyilkoltak meg mondta az elnök, majd felkérte Szepesi Tibort, Karcak polgármesterét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Vannak dolgok, emlékek, melyeket az ember szeretne elfelejteni, kitörölni emlékezetéből, úgy tenni, mintha meg sem történt volna. Visszafordítani az idő kerekét, és amikor elért arra a pontra, amely még ideálisnak tűnik, akkor más irányba tekerni a történelem alakulását. Igen, vannak ilyen történések, de az idő könyörtelen, nem hajlandó, csak előre menni. És bármennyire is szeretnénk elfeledni, megmásítani a megmásíthatatlant, azt nem tudjuk. Itt állunk most a temetőben, egyedül az emlékekkel, emlékeinkkel. Látjuk a fejfákon a neveket, melyek láttán képek sorakoznak gondolatainkban. De emlékeinkben megjelennek azok a nevek és arcok is, amelyek mögött, egyszer élők, az, amelyek mögött az egyszer élők valahol Auschwitzban, Birkenau-ban, a munkaszolgálatban, vagy másutt haltak mártírhalált. Ezrek és ezrek fel nem fogható írtózatos tragédiája vonul végig gondolatainkban és emlékeinkben. A megszámozott, felcímkézett vagonokba, gettókba, munkatáborokba erőltetett, munkatáborokba erőltetett menetekre kényszerítettek ezrei. Ezrek és ezrek. És köztük az a 446 karcagi zsidó polgártársunk, Akiket elhurcoltak és meggyilkoltak. Ők azok a karcagi honfitársaink, dédapák, dédanyák, nagymamák, nagyapák, fiúk, lányok, egész családok, akik ma nem lehetnek velünk, csak emlékeinkben. Zsan Améri filozófus Auschwitz túlélője így fogalmaz. Ami megtörtént, az megtörtént. Ám a puszta tényt, hogy megtörtént, képtelenség elfogadni. És azért nem lehet elfogadni, mert két igen makacs kérdést hagyott maga után. Miért és hogyan? Miért fordulhatott elő és hogyan történhetett meg? Ezek a kérdések a levegőben lebegnek, mert bármilyen választ is keresünk rájuk, az alapkérdés folyton ott marad újra és újra, mivel a holokauszt az értelmet annak határain túlra feszíti. Minél többet tudunk meg róla, annál rettenetesebb. Ahogyan elnök úr is fogalmazott, emlékezni gyűltünk ma össze, emlékezni a feledhetetlenekre. Emlékezni, mert emlékezni és emlékeztetni kell. Csillagbarnabás szólt arról is, hogy a közelmúltban csodálatosan felújított 120 éves karcagi zsinagóga a pandémia alatt ugyan bezárta kapuit, jelenleg sem látogatható, de a hitközség folyamatosan dolgozik. Ünnepségünk után ismét nagy munkába vágunk, karcagi zsidó hitközség két kiemelt projektbe kezd. Az egyik projektben elkezdődik a zsinagóga kerítésének rekonstrukciója. A másik projektben pedig a karcagi zsidó temetőnek a felújítása és rendbetétele. Ha megemlékezésünk után körbe mennek itt a temetőben, akkor láthatják, hogy a munka már elkezdődött. Folyamatos a sírok gazdalanítása, de most a sírkövekről is leszedésre fognak kerülni a felbújázott növényzetek. Folyik a temető katalogizálása és digitalizálása, megpróbáljuk az utókornak megmenteni ezt az értéket és szeretnénk reményeink szerint felújítani a Mártír emlékművet is, de hát a tény az ugye, hogy a Kalcaki itt község létszáma folyamatosan csökken, mára alig néhányan maradtunk csak itt. Ez a piciny közösség a lehetősége mérten mindent elkövet, de az anyagi lehetőségeink végesek. Önök is láthatják, és érzékelhetik, hogy nem kis feladatról van szó, ezért rendrehagyó módon egy kis kéréssel fordulok itt önökhöz. Ezúton kérek minden karcagról elszármazott hittestvérünket, hogy adományaikkal, hozzájárulásokkal segítsék a temető rendbetételét és folyamatos gondozását. Őseink, felmenőitek ebben a temetőben nyugszanak. Ez erkölcsi és vallási kötelességeink is. Adományokat és hozzájárulásokat vezetőségünk nevében előre is köszönöm. A szertartás után a jelenlévők az emlékműnél kavicsot helyeztek el, majd a zsinagóga előcsarnokában a kádis elmondása után gyertyát gyújtottak a karcagi áldozatok emlékére.